Összedőlt házak, szeméthegyek maradtak a levonuló árvíz után a kelet-szerbiai Krupányban. A földcsuszamlások következtében több épület is megsemmisült a térségben. Szerbia készen áll a házak és az infrastruktúra újjáépítésére. Ovde je 38 kuća u potpunosti srušeno, svih 38 kuća obnoviće država Srbija. Takođe 168 kuća je oštećeno. Svuda ćemo pomoći i građevinskim materijalom i radnom snagom i na sve druge načine. Tamo gde budemo mogli pomoći ćemo i električnim aparatima. A miniszterelnök megígérte, hogy az úthálózat újjáépítésében is segítséget nyújt Krupány községnek, és akár 500 embert foglalkoztató befektetők érkezését is előrejelezte a térségben. Még mindig csónakkal közlekednek a szerémségi Jamena utcáin. A szávamenti települések továbbra is veszélyben vannak. A folyóvize ugyan apadóban van a térségben, azonban a kisebb folyók, így a Bosut is, még nem tudnak belefolyni, ezért újra kijönthetnek. A kitelepített lakosság a menedékhelyekkel marad mindaddig, amíg el nem múlik a veszély. Itt is sok munka lesz a helyreállítással. Jako je bitno da se kanalska mreža sredi, pošto ovde već dugo nije rađeno na tome, zatim putna infrastruktura, mi imamo jedan put do u dužini od 2 km do graničnog prelaza prema Republici Srpskoj, gde je šljunčani put i gde je totalno uništen. A szerbiai építőipari kamaránál azt mondják, az árvíz sújtott a területeken csak nem 1800 ház dőlt össze, és 2500-3000 sérült meg. Csak nem 5000 épület megrongálódott. A szakemberek kiemelték, hogy nem csak a házak, hanem az infrastruktúrának is egy része tönkrement. Megsérült a szennyvízelvezető, az ivóvíz, az áram és az úthálózat is.